Szeptember 28-án. Az ember közepén. Így hullámzik a tenger. Esett is az eső. Kicsit erősebb volt a szél. Történik. Most éppen navigálunk. Próbálunk rájönni, hol is vagyunk. Én belaktunk itt az autópilótot, hogy ő vezesse a hajót. Mindenhol csak víz. Valóban nem is találkoztam most a rádiót, mindig csak rossz időt mondanak. Nem is mondtak, nem is találkoztam még senkivel, utolással csak egy-két teherszállítóval, azok nem akartak elítni. Egyelőre szerencsém volt. Sajnos beázott az órész. Nem tudom, az oxid le fog-e fogni, vagy nem a sós víz. Oxid meg fog-e halni, vagy nem, azt se tudom. Azt tudom, csak hogy lefolyt a víz. A radarreflektor szétesett. És a radarreflektor fémébe rongálják a vitorlát. Ez van, hogy a bilongéla jön, tud felmászni rá, meg nem is lehet. Szélméletekből kiesett a biztosítószám. Anélkül is megy, mint az igazi. Azt tervezem, azt nézem, hogy találjak majd meg. Úgyis megállok valahol. Az Ozzy Explorer-re. Vannak műszaki problémák. Másik GPS-t nem találom. Alvással nincs probléma, néha alszok egy keveset, a hajós vezeti magát, legyen jobb volt, jegyszél elég a vezetékelén esett, mert hátszik a kevésbé. Meg van, amikor éjszaka vannak viharok, egy nap ötször kell vitolát cserélni, az a legérdekes. Kezdem múlni kis vitorla, nagy vitorla, megint kicsi, megint nap, sötétbe. Lúgok ott az orban, esik össze-vissza, na mindegy. Lehet ez a vitorlázás szép szépség, ugye? Na, egy jobbakat. Goodbye.